A mai videóm az a lökéshullám terápia témakörével kapcsolatos. Lökéshullám terápiát bizonyára mindenki már kapott, ha nem, akkor bizonyára csinál, vagy a családból valaki már volt lökéshullám terápián. És az, hogy milyen sikerrel, kisebb-nagyobb sikerrel, az természetesen több tényezőtől függ, de mivel egészségügyi területen tevékenykedő szakemberek számára egy már 5 éve kiemelt és kimagasló témakört kínálunk, a lökéshullám terápia helyes használata a szöveti analíziseken és a szöveti analízisekre adaptálható készülékbeállításokon nyugszik, ezért a szakmai továbbképzés célja, hogy megtanítsa a szakembereket a helyes szöveti diagnózisra, a helyes szöveti struktúrát feltérképezve a megfelelő készülékbeállításra, a helyes frekvencia és az ütéserősség beállítása, a kezelőfej kiválasztására és ennek alapján egy megfelelő kezelési sor felállítására, ami azt is jelenti, hogy sokszor ennek alapján egy kezelés is elegendő a lökéshullám terápiában, hogy a panaszok, problémák megoldódjanak. Tehát tulajdonképpen a szakmai továbbképzéseknek, a szakmai továbbképzéseinknek és majd a szakmai továbbképzésen résztvevő szakemberek munkájának a lökéshullám terápiában pont ezért van nagy sikere a gyakorlatban, mert nem a készülékekben tárolt memória alapján dolgozunk, hanem az egyénre szabottságot emeljük ki, az egyénre szabottságot és a háttereket, az okokozati összefüggéseket egy helyes lökéshullám terápia beállításánál és alkalmazásánál, azaz kivitelezésénél. Tehát nincs olyan, hogy egy alkalom egy héten, nincs olyan, hogy csak 2000 ütés, és nincs olyan, hogy a készülékben tárolt memória, hanem egy dolog van, terapeuta, tehát szakember, aki ismeri a szöveti reakciókat, szakember, aki ismeri a különböző diagnózisok mögött megbúvó szöveti reakciókat, és tudja azt, hogy melyik frekvencia, melyik ütéserőségnek, milyen készülékbeállítás, milyen szövetre és hogyan hat, és ezt megfelelően tudja keverni az adott betegnél, az adott páciensnél, egy adott problémánál, egy adott probléma orvoslásánál, megoldásánál, javításánál, és ez tulajdonképpen a lökéshullám sikere. Helyesen alkalmazva borzasztó jó és az egyik legjobb készülék és legjobb készülékkel adható terápia. Ezért én mindenkinek azt javaslom, ha használja felelősségteljesen, gondosan és megfelelő szakmai tudás birtokában tegye meg, amit persze a szakmai továbbképzéseinken lökéshullám terápia témakörében meg tud tanulni. Tehát várunk titeket sok szeretettel a képzésre, a szakmai továbbképzésre, amit megtaláltok a www.fizio-vid.net weboldalon, képzések és a lökéshullám terápia almenü alatt. Ha még nem döntöttétek el, akkor gyorsan, addig is szép napot! Sziasztok!